Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvéreim, szentmisénket elhunyt Simon György lelki üdvéért ajánljuk fel. Ma 13. évközi vasárnapunkat ünnepeljük. Zsoltárossal így imádkozunk, tapsoljatok nemzetek minnyájan, újjongjatok Istennek dicsérő szóval. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen tiszta lélekkel tudjuk majd magunkhoz venni az Úr Jézus testét. Mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenhez. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Thank you.
könyörögjünk. Istenünk, aki kegyelmeddel gyermekeiddé fogadtál, és a világosság fiaivá tettél minket, kérünk, tarts távol tőlünk a tévedés homályát, és segíts, hogy igazságod ragyogó fénye mindig tündököljön lelkünkben. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön. Olvasmány a Királyok második könyvéből. Történt egy napon, hogy Elizeus próféta elindult és átment Sunembe. Lakott ott egy előkelő asszony, aki meghívta asztalához, és így ahányszor csak átment, mindig betért hozzá enni. Az asszony így szólt férjéhez: nézd, tudom, hogy Istennek szent embere az, aki mindig betér hozzánk. Rendezzünk hát be neki a tetőn egy kis szobát, tegyünk bele ágyat, asztalt, széket, meg mécsest, s ahányszor csak betér hozzánk, ott szálljon meg. Történt, hogy Elizeus egy napon megérkezett, betért a fönti szobába és lefekült. Aztán így szólt szolgájához, Gehászihoz: mi lenne az, amivel viszonzást adhatnék az asszonynak? Gehászi így válaszolt: ó, nincs neki fia, és a férje öreg. Erre megparancsolta: hívd ide. Oda hívta, az megállt az ajtóban. Akkor Elizeus így szólt hozzá: egy esztendő elteltében ilyen időtájt fiút dajkálsz. Ez az Isten igény.
Szentrecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, mi, akik Krisztus Jézusban megkeresztelkedtünk, az ő halálában keresztelkedtünk meg. A keresztségben ugyanis eltemetkeztünk vele együtt a halálba, hogy miként Krisztus az Atya dicsőségére feltámadt a halálból, úgy mi is új életre keljünk. Ha Krisztussal meghaltunk, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk. Tudjuk ugyanis, hogy Krisztus feltámadt a halálból, és többé nem hal meg. A halál nem uralkodik többé rajta. Halálával egyszer s mindenkorra meghalt a bűnnek, de életével Istennek él. Úgy tekintsétek tehát magatokat, mint akik meghaltatok a bűnnek, és most az Istennek éltek, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Ez az Isten igéje. Veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak: aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Aki nem veszi föl keresztjét és nem követ engem, nem méltó hozzám. Aki megtalálja életét, elveszíti azt, de aki értem elveszíti életét, megtalálja azt. Aki titeket befogad, engem fogad be, és aki engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Aki befogadja a prófétát, mert próféta, az a prófétának jutalmát kapja. És aki az igazat befogadja, mert igaz, az az igazak jutalmát kapja. És ha valaki csak egy pohár friss vizet ad is e legkisebbek egyikének, azért, mert az én tanítványom, bizony mondom nektek, nem marad el a jutalma. Ezek az evangélium igéi. Köszönjük meg, kedves testvéreim, az sem már megszokottá válik, hogy a karantén alatt nagyon megszerettem Balsó Balázs elmélkedéseit, és itt hát meg örömmel is, mindenhol örömmel, de itt még, hogy a mi fiunknak a elmélkedését olvasunk, talán még nagyobb örömmel hallgatják a testvérek az ő mai elmélkedését, amivel kezdeném a rövid kis prédikációt. A magát szelídnek és alázatos szívűnek jelentő Jézus kemény szavakkal szól hozzánk, amikor látszólag az apánk és anyánk iránti tisztelet isteni parancsa és a gyermekeink iránt a teremtőtől belénk oltott ragaszkodás ellenében azt állítja, hogy aki jobban szereti apját vagy anyját, fiát vagy lányát, mint őt, az nem méltó hozzá. Pontosan kell látnunk, hogy ez a jobban nem az érzelmi kötődés fokozatait állítja szembe, hanem a szeretet két minőségét. A test és vér diktálta ösztönös szeretetet és az ember természet feletti hivatását, Istenre való képességét. Jézus nem a gyermeki ragaszkodástól,
és a gondoskodó szülői szeretetről, hanem a túlságosan földies kötődésről jelenti ki, hogy akadálya az ő követésének, mert meggátolja az első és legfőbb parancs teljesítését. Ugyanez áll a kereszthordozástól való húzódozásra és saját életünk megtalálásának vágyára is, mert gúzsba köti emberségünket. Egészen más az, amikor mi magunk valljuk meg méltatlanságunkat, ahogy tette a kafarnaumi százados vagy Péter apostol, és más, amikor az Úr mondja nekünk, nem vagy méltó hozzám. Méltatlanságunk tudata alkalmassá tesz az Úr szent cselekvésének befogadására, ellenben a földies ragaszkodások, az önmegvalósítási törekvések éppenséggel alkalmatlanná. Ha mi magunk akarjuk megvalósítani önmagunkat, nem önmagunká válunk, hanem csupán szálmalmas torzóvá, csonka személyiségé. Ha azonban korlátainkkal, életünk töredékességével és a szenvedés szükségszerűségével szembesülve készségessé válunk arra, hogy mindez Krisztus keresztjével egyesítve, az ő szenvedését kiegészítve szeretettel viseljük, akkor megtapasztaljuk, hogy a kereszt nem megnyomorít, hanem felemel és alkalmassá tesz az Isten műveiben való részvételre. Eddig Barsi atyának az elmélkedése, és hát én is tennapi napon elmélkedtem a mai evangéliumi szövegről. Igazából az első három mondatot szeretném nagyon röviden elemezni, hogy nekem mit jelentette ez, nekem mi jutott erről az eszembe. Aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Gyerekeknél sokszor hallom, hogy nem értik, amikor mondjuk nekik, hogy kit szeretsz a legjobban, apát mondom, és nem a jó Isten. Nem, apát azért jobban, meg anyát. És akkor ezt valahogy el kell bennük rendezni, és úgy jó Isten nem azért mondja ezt, hogy féltékeny arra, hogyha valaki nagyon szereti az apját, vagy az anyját, vagy a gyermekeit. Nem erről van szó. Hanem én arra gondoltam, hogy igazán arról lehet szó, hogy ha valaki nagyon-nagyon szereti az Istent, elsősorban őt szereti, abból következik egyenes arányosságban, hogy a szüleimet is jobban fogom szeretni. A gyerekeimet is jobban fogom szeretni, hiszen a Jóisten törvénye alapján, a szeretet törvénye alapján, maga a szeretetet szeretem, és ezzel tudom a szüleimet, rokonaimat még jobban szeretni. Ezért annyira a számomra egyértelmű, hogyha Istent imádom, ha Istent szeretem, ebből a fajta kapcsolatból egy még nagyobb szeretet áramlik majd ki a családom felé. Nekem az olyan egyszerűnek tűnik, hogy nem féltékenykedni kell, hogy az Istent jobban kell szeretnem, hát azért, mert ezzel jobban szeretem a családomat. És a másik, aki nem veszi föl keresztjét és nem követ engem, nem méltó hozzám. Ugye föl kell venni a keresztet, ő is megmutatta, fölvette a keresztet. Talán már többször is hallották, de ezt szeretem elmondani, mert fontosnak tartom, hogy ez a mondás, ugye mindenki ismeri, százszor hallották már, hogy Isten nem tesz ránk akkor a keresztet, amit mi nem bírnánk elviselni. Ugye ezt már hallottuk. És mégis azt látjuk, hogy embereket nyomott agyon a kereszt. Mert nem készültek föl, mert nem voltak igazából edzettek a kereszthordozásra. Mert nap mint nap nem mondták ki azt, hogy megtartom, és fölveszem a kis keresztet, fölveszem a napi kereszteimet. A hűség mindig megtart, testvérek. A kis hűségből lesz a nagy hűség. A kis kereszthordozásokból edződünk meg, és leszünk nagy kereszthordozók. De a kicsit is már eldobja magától, ahogy mondja Jézus, aki a kicsivel nem hű, a nagyba se lesz hű. Aki a kicsi kereszteket nem fogadja, a nagy agyagyon fogja nyomni a nagy kereszt. Annyira egyszerű megint, mint a isteni egyszer egy nekem ez, hogy hát erről szól. Nap mint nap föl kell vennünk a keresztünket, meg kell nézni a napunkban, kik a nehéz emberek, milyen nehézséggel fogunk találkozni. Letérdelni, kérni az Isten akaratát, és úgy elébe menni a szent kalandra, a szent napi kalandra. Aztán a harmadik, aki megtalálja életét, elveszíti azt. De aki értem elveszíti életét, megtalálja azt. Ez is
tegnap úgy kikristályosodott, hiszen esküvőkön sokat beszélek én erről, hogy mennyire fontos az, hogy a másik boldoggá tétele. És szoktam mondani, hogy én egyedül élek. Nincs gyerekem, nincs feleségem, én mindent magamra költetek, hát jó adok a tesóimnak, vagy a unokahúgaimnak, de igazából nem kell úgy a pénzzel bánnom, mint egy családnak, egy családos apának, akinek tudnia kell, hogy nekem azért van ez, meg ez, meg ez. Én sajnos mondhatom ezt, hogy egy kicsit, hát aglegényebb vagyok, önzőbb vagyok ilyen szempontból, és néha tudok venni magamnak dolgokat. Megveszem, és akkor örülök. Tamás, megvetted? Jó van, örülsz neki, és tényleg két napig örülök neki legalább. Aztán elfelejtem. Hát jó van, megvettem, jó van, menjünk tovább. De ha valaki szerelmes, és valakinek a szerelme veszi meg ugyanazt a dolgot, amit magamnak én megvettem, és két napig örvendeztem, lehet, hogy a szerelmes ember még 10 év múlva is úgy fog ránézni arra az órára, vagy akármire, vagy tévére, vagy bármilyen ajándékra, amit a szerelmétől kapott, hogy ezt ő adta. Ő tett engem vele boldoggá. Amikor a másik tesz boldoggá, mennyivel nagyobb boldogság, mennyivel mélyebb, hosszabban tartó boldogság, amikor a házastársam teszi azt, lemond a saját dolgáról, azért, hogy nekem jó legyen, hogy engem boldoggá tegyen. Ez valami csoda. Nem mondom azt, hogy iridlem ezért a családokat, de biztos, hogy amit én nem tudok így átélni, azt önök ebben átélhetik, és ez egy fantasztikus nagy ajándék. Mert a Jóistennel kapcsolatban azért mindannyian átélhetjük ezt, hogy amit lemondunk saját dolgainkról, azért, mert Jóisten ezt kívánja, ha nem is látom be mindig, akkor aki elveszíti az életét, én majd megajándékozom. Mennyivel jobb az, ha csak tényleg egyszerűen belegondolunk, a magam kereste boldogságot megvenni, megszerezni, hogy az Istentől kapott örömöket észrevenni, és azokban együtt élni. Ez az igazi boldogság. Hát ez a nyugalom boldogsága, ez a remény boldogsága, amit az Istentől kaptunk. És ezért mondja ezt Jézus, aki megtalálja életét, elveszíti azt, de aki értem elveszíti, az megtalálja, mert én teszem őt boldoggá. Én adok neki életet. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében, hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egy szülött fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriából és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kín halált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőmben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a próféták szavával, hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anyaszentegyházban, vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Testvéreim, Krisztus megváltott bennünket, és a keresztség által Isten gyermekeivé lettünk, forduljunk tehát gyermeki bizalommal mennyei Atyánk. Add, Urunk, hogy Ferenc pápának, püspökeinknek és papjainknak tanítását követve mindig a feltámadt Krisztus győzelmének hitében éljünk. Kérünk téged, hallgass meg minket.
Add, Urunk, hogy embertársainkban mindig Jézust lássuk, és szeretettel legyünk segítségükre. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy akik a keresztségben meghaltunk a bűnnek, új életet éljünk Krisztusban. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy az elhagyottak és szomorkodók vigasztalást merítsenek Szent Fiat feltámadásának hitéből. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy elhunyt testvéreink dicsőséges életre támadjanak az utolsó napon. Kérünk téged, hallgass meg. Urunk Jézus Krisztus, te elhívtad a gazdag ifjút, hogy mindenéről lemondva téged kövessen. Add, hogy legyenek olyanok, akik lemondva a múlandó földi örömökről, követnek téged a papi és szerzetesi hivatásban. Kérünk téged, hallgass meg minket. Istenünk, híveidnek örök pásztora, ki egyházadat sokszoros gondviseléseddel kormányozod, és szeretettel igazgatod, irgalmadban küldj olyan főpásztort egyházmegyénkbe, aki életszentsége miatt kedves lesz előtted, nekünk pedig éber gondoskodásával javunkra válik. Kérünk téged, mennyei Atyánk, add, hogy keresztségünk kegyelméhez méltók maradjunk, téged mindennél jobban szeressünk, embertársainkban pedig Krisztust lássuk, aki él és uralkodik mindörökkön. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Istenünk, te a szentségi jelek által árasztod lelkünkbe a megváltás kegyelmét. Add, hogy szolgálatunk méltó legyen szent titkaidhoz. Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, a mi Urunk által. Az ő csodálatos műve volt, hogy a húsvét szent titka által, a bűnből és a halál igájából arra a dicsőségre hívott meg minket, mely által választott nép, királyi papság, szent nemzet és a te megváltott néped lettünk. Így mindenütt hirdetjük hatalmas művedet, hogy a sötétségből csodálatos világosságodra hívtál meg minket. És ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónod körül álló hatalmas égi szellemek és minden seregek a mennyben, dicsőséget, himnuszát zengjük és velük együtt vég nélkül énekeljük. Szent vagy, Szent vagy, Szent.
Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta a tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánat. Ezt cselekedjétek, az én emlékezetem. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel halljuk föl támadásodat. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesül. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, György püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg elhunyt György testvérünkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a Szent Apostolokkal, a Szent Bernát apáttal, Szent Iréneusszal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Jóisten szeretete kiáradt a szívünkbe a Szentlélek által, ezért most mondjuk nagy bizalommal. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus,
Te azt mondod az apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség. Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
Mennyei Atyánk, minden élet forrása, küld el szent lelkedet, hogy az önmagát éltünk feláldozó, és az oltári szentségben velünk levő Krisztust felismerjük, és egyre jobban szeressük. Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk. Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez. Add, hogy a készület ideje és az eukarisztikus kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon. Amen. Könyörögjünk! Istenünk, kérünk Istenünk, éltessen minket ez a szent áldozat, amelyet bemutattunk, és amelyben részesedtünk, hogy örök szeretettel hozzá kapcsolódva örök életre szóló gyümölcsöt hozzunk, Krisztus, ami Urunk által. Hirdetem a testvérnek, hogy június 30-án kedden 6 órakor lesz majd szentmise, jövő vasárnap 10 órakor lesz szentmisénk. A Rózsafűzér társulati tagokért ajánljuk fel élőkért és elhunytakért. Valószínű, hogy július 5-e után két vasárnapot, ha jól tudom, akkor majd Balázs atya fog tartani. Ma a szentmise után, hát majd itt fogunk ma kivonulni, egy 5 perces tényleg, mintán annyi sincsen, megáldjuk a trianoni emlékművet. Mindenkit kérek, hogy jöjjön ki, elmondunk egy mi atyánk üdvözlégyet is, egy nagyon rövid áldással megáldjuk az emlékművet, és emlékezünk arra, hogy akik ezáltal elszakadtak hazánktól, akik magyarságuknak ma is nagyon nehéz megmaradni magyarnak nagyon sok helyen, sok mindenért van, és kell is imádkoznunk ezzel kapcsolatban. Emlékezetesen mindig minket erre az emlékmű. Végül egy nagyon kedves dolognak kell most eleget tennem, a polgármester urat szeretném köszönteni, itt van közöttünk, és nagyon hálásak vagyunk a polgármester úrnak, ez most nem egy ilyen nyalás úgymond, meg ilyen, de tényleg az, hogy annyi helyen voltam már plébános, és nagyon sok helyen a polgármesterek, bármilyen színű ez most, teljesen mindegy, hogy ki milyen állapotú polgármester, a templomot valaki vagy nagyon szerette, meg a templomba járókat, vagy azt mondta, hogy ez miközben hozzá állam is egyház, külön vagyunk. Itt azt tapasztaltam, mióta itt vagyok, hogy az itteni önkormányzat, a polgármester úr nagyon a gondját viseli ennek a templomnak, amely nagyon sokunknak fontos, és Siolgár még abban a helyzetben van, hál' Istennek, hogy a népi hagyományos vallásosságot is nagyon tartja, hát majdnem mindenki gyerekét megkeresztelteti, majdnem mindenki eltemetteti a hozzátartozóját, sokan járnak itt arra. Tehát, hogy tényleg ennek a kis falunak, községnek fontos a templom, és ezt nagyon jól tudja a polgármester. Ezért hálás vagyok, csak úgy elmondanám, hogy mi mindent tett így rövid idő belül az önkormányzat a templomaink, a templomunkért. A templom lábazatának a szigetelését láthatták a testvérek, megoldott. A padfűtést szintén nekik köszönhetjük, megoldott. A templom torony órájáért szintén megoldotta, köszönjük szépen, végül pedig a templom külső világítását is köszönjük szépen. Nagyon sok minden ez. Én mikor másoltam plébános, csak az egyért is már olyan hálás voltam, hogy csak na, fogadja köszönetünket, szerény kis ajándékot ad, Ildikó majd itt van, polgármester, nem tudom, hogy éppen hol ült most, jó, hogy fogadja szeretettel tőlük ezt a kis ajándékot. Fogadjuk az Úr áldását, és menjünk békével. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, Fiú és a Szentlélek. A szentmisénk véget ért, menjetek békével.